Gulyás Gergely azt nyilatkozta, hogy ő nem érez ellentmondást a kormány korábbi migráció ellenes jelszavai és tettei, és aközött, hogy egyre több a vendégmunkás Magyarországon, törökök, indonézek, mongolok, vietnámiak, filippínok, kirgizek, és talán nem is tudtam felsorolni az összeset, ezt múlt héten a kormányinfón jelentette ki. A Mi Hazánk mozgalom szerint viszont akkora ellentmondás van a kettő között, hogy nincs az az óriási kormányzati plakát, ami ezt el tudná fedni. Ugyanis korábban a kormány prominensei azt nyilatkozták, hogy nincs szükség migráns vendégmunkásra se, de emlékezhetünk a plakátokra, amelyek ugye azt üzenték nekünk, illetve nekik, hogyha Magyarországra jössz, nem veheted el a magyarok munkáját. Hónapok óta járom az országot ilyen ügyben, heti szinten kapok megkereséseket, és kimerem jelenteni, hogy jóval több város vagy település érintett a vendégmunkások jelenlétében, mint amelyről a fősodratú média beszámol. Ez rendkívül sok káros folyamatot indít el, amely rosszul érinti a magyar munkavállalókat, lenyomja az amúgy sem magas béreket, elindul még inkább a Nyugat-Európába való vándorlás, és azt is ki kell jelenteni, hogy nem igaz az az érvelés, hogy csak olyan helyre vesznek fel vendégmunkásokat, ahová magyarok nem jelentkeznek, mert számos olyan információ jutott vissza hozzánk, hogy egész egyszerűen nem is hirdetik meg magyarok számára ezeket az állásokat, de még olyan felháborító esetről is tudok, hogy kirúgtak magyarokat azért, hogy a helyükre harmadik világbéli olcsó vendégmunkásokat hozzanak be. Az elhangzottak tükrében ki kell jelenteni, hogy a Fidesz durván becsapta a saját választóit is, és egyetlen tisztán és hitelesen migrációt ellenző, illegális és legális migrációt is ellenző párt maradt Magyarországon, ez pedig a Mi Hazánk.